Nézzük utána, meg elfelejkezünk róla. Jó. Csontit ragaszgatunk, vagy csak keverjek majd? Ragasztunk. Oké. Oké, és na hát... Pöpert. Megnéztem a videót, hogy hogy csinálják a nagyok. Jó, jó. Úgy lesz. Aztán kiderül. Úgy lesz. Hát ebbe a kávés színű vízbe, ami zavaros víz van tényleg, ahogy mondtam az előbb, 19-re lapot húzunk, hogy egyáltalán fogunk-e valamit, de próba szerencse. Egy biztos, hogy gyönyörű, körös novemberi nap van, még amikor megérkeztem a Stégre, még nem volt ekkora köd, de most hát egy olyan 50-100 méter lehet a látótávolság, úgyhogy nagyon nem kell rohanni a csónakkal, nehogy valami probléma legyen itt menet közben. Meg is érkeztünk a kiszemelt helyre. Itt fogunk peszázni, itt van egy nagy visszaforgó. Legutóbb itt voltunk kint éjszaka. Még ebbe a zavaros vízbe is lehetett fogni várnát, úgyhogy ma is ez a cél, meglátjuk. Itt a csontink, egy liter. Van hozzá kavics, úgy látom borgászboltba kapható kavics, semmi extra. Összekeveredik a csontival. Ennek milyen állagúnak kell így lenni a keverés után? Enyhén nedves. Igen? Nem szabad csak tüzet keverni hozzá, mert akkor... Tehát akkor a száraz csonti, rá a száraz kő, igen, összekevered vizes kézzel, hogy igen, mindenhol nedves legyen a csonti, és akkor erre jön a ragasztó, ilyen nagyon-nagyon óvatjával, ugye? Hát ez szegény, egy kicsit megvan mihájóva ez a ragasztó, hát, de jó lesz most az. Ide jó lesz. Ennek van valami ízesítése a ragasztónak? Semmi. Natúr. Alá natúr. Én úgy néztem, hogy nagyjából egyfajta ragasztó van, csak más név. Hát így, éven. Értem. Én nem tűnik bonyolultnak a dolog. aztán kiderül. Aztán kiderül, hogy nem egy nagy, egy darab csonti gombócot kapunk, ami soha nem kellene, az az igazán. Hát oké, csak hogy ki tudjuk egyáltalán csípni belőle, vagy nem tudom mennyire ragasztja meg. Én is csak így videókban láttam, horgászfilmekben ilyet. Hát figyelj, a kavicsokhoz már hozzátapadtak, tehát már annyi előnye van a dolognak, hogy le vannak súlyozva a csontik. Ha belerakjuk a kosárba, már eleve nem tudja úgy elvinni a víz olyan könnyen őket. Tehát ez egy nagy előnye, egyből kezemre is tapad szépen, úgyhogy már várunk vele pár percet, addig bekeverem az etetőanyagot. Az etetőanyag az pedig kulkárpos sajtos keverék lesz, és megy bele egy teljes zacskóval, hozzá takarmány kukorica, 3 marikkal, és csemege kukorica is megy, egy kb. Egy ilyen fél doboznyi. Ebből is hagyok csalizni, ki tudja, nem lesznek esetleg már nem kívül más halak is. Is. És akkor egy kis víz kell. Na, elemezzük ki ezt a víz minőséget. Azért van átlátszósága, így legalábbis. Én azért látok egy kis zöldet ebbe. De az hát nagyon, az optimizmus az nagyon jó indulat. Nagyon jó indulatnak kell. Úgyhogy ez ennyi. És jön a keverem, kavarom. Tehát a csonti megragasztva, kővel jó lesúlyozva, illetve itt van akkor a sajtos etetőanyag, és akkor ennek a kettőnek a kombinációját fogjuk használni a mai nap, és akkor ezzel fogok alapozó etetést is csinálni. Pillanatok alatt be lehet termelni ezzel a nagy kosárral. Egy jó adagot ezekből a kajákból. Egy ilyen 6-7 kosárnyit fogok beküldeni, és egy 20-25 méterre van a klizbe kiakasztva a 40-es fonazsinor, és hogy nagyjából azt a távolságot fogjuk meghorgászni. Nézzük akkor a csontit, hogy ragad. Aha, igen, jó. Jó lesz? Jó. Ezt meg tudom rendesen gyúrni, mint hogyha egy etetőanyag gombóc lenne. Aha. És hogy ez itt teljesen jó. Klassz. Annyi, hogy bont is elég gyorsan. Aha. Nem tudom, hogy esetleg nem kellene még egy kis ragasztó? Mert elég gyorsan szétesik, tehát hogy
ebbe a húzós vízbe itt előttünk, bár inkább burványlik a víz itt, nem annyira a sodorvonalba vagyunk, de azért egy kis minimális ragasztót még lehet elbír. Addig küldök be tetőanyagot. Mert úgy, jó egyébként, nagyon szépen össze lehet gyúrni, csak én azt látom, hogy egy kicsit hamar bont így. És akkor szembe a támpont itt az a belógó fának az alsó ágának ott a széle. Így. És akkor megy be az etetés. Hát úgy tervezem, hogy 5 kosár etetőanyag, 2-3 kosár csonti, és még a takarmány kukoricából is küldök be valamennyit. Ki tudja, azért a márnák is megesznek mindent igazából, úgyhogy... Meg hát, ha valami más... Hát esetleg, igen, ponty keszek, bár ebbe a zavaros vízbe kicsi az esély, de remény hal meg utoljára. Ide, nézd meg! Aha, jó. Nem jön le. Jó. Csonti kezű lettél. Csonci kezű Edvard. Hát figyelj, nehéz lett kimagyarázni a munkahelyen, hogy miért mászkálok. Kemény. Na akkor utolsó oldag megy be az etetőanyagból, utána még 2 kosárnyi csonti, és akkor takarmányból, kukoricából megy még be egy oldag. Tehát ez lesz a balos szerkum, ezzel fogok az etetéshez közelebb horgászni. Ilyen 60 grammos ilyen távdobó kosár, vagy nem is tudom minek mondják ezt a fajta kosarat. Egy ilyen 50 centis 25-ös fluorokarbon előke, 8-as forog, egy jó nagy adag csonti rajta, és akkor ebbe megy bele a sajtos kaja. Jó, beletümöm. Bírja azért egy jó darabig kosárba, és akkor mehet is be a szerkum. A jobbos szerelés az pedig 80 g-os alagút kosár, majd egy 80-90 cm hosszúságú 20-as fluorokarbon előke és egy kis 10-es ezüst színű horog. Ez jóval finomabb azért az előke, meg hosszabb is, mint a másik szerkon. És ezzel pedig ide kicsit ebbe a húzós vízbe fogok kicsit kintebb horgászni. Hopp, ott fordult egy nem is kis hal. Az egy ponty volt egyébként. Vagy pedig nagy márna, mert legalább akkora volt a farokúszója, mint a tenyerem. Úgyhogy biztos, hogy itt vannak a halak. Nagyon nagy kérdés, hogy ebbe az avaros vízbe megtalálják az etetőanyagunkat. Akkor mehet is be a szerelés. Hopp, itt a kapás. Meg is van az első, és nem is volt rossz, csak elment. Ijajajaj! Ott vannak bent. Igen. És nem is volt rossz. Nézzük, hogy meg tudom-e ismételni, vagy megismétli a Tisza ezt a kapást. Oda ki a húzós vízbe. Mindegy, kapásig eljutottunk már. Megint milyen köd lett, apám alig látni a túloldalt. Mindegy, itt védve vagyunk, amúgy sincs hajóforgalom, de nem hiszem, hogy itt a fán keresztül jönne bárki is, úgyhogy nagy problémát nem okoz. Zártuk, tartom. Amúgy se, nincs még egy őrült, egy őrülttel találkoztunk, aki pergetett idefele jövet. Sülőzni szokott. Igen. Na, az első halacska meg lesz. Nem biztos. Kávéba horgászunk. Igen, a kávéból márna. Vagy hát talán megvan. Aha. Merítőz vagy nem? Szerintem nem kell. Picurka lesz, de megvan, igen. Hopp, na mi lesz az? Egy márna. Alig látni egyébként, 10 centire van lent a hal, és nem látod, hogy milyen. Gyere csak. Apám, és tényleg sikerült megfogni egy márnát. Hát neked volt igazad, hogy bízni kell. Bízni kell, és úgy is lett, hogy megjött. Jó etetőanyag kell hozzá, ez a jó sajtos kaja, jó csonti hozzá, és akkor még ebbe a kávéba is meg lehet fogni a
kismárnát, de hát ha lesz majd itt nagyobb is, mert is ezt lát. És oda ki kellett dobni. Na hát, gratulálok Csaba, mert ez a te érdemed egyáltalán, hogy én be se, nagyon nem is akartam jönni se. Amúgy. Gyönyörű, ködös, novemberi márna horgászat a kávéból. Kávéból is lehet fogni. És ezeket azért mondogatom a videónak, mi legyen a címe. 19-re lapot kértünk. Kávé. Vagy... Kávé horgászat. Horgászat a kávéba? Megpróbáltunk, csak szerintem el fog vinni bennünket. Én egy ilyen 2 méter. Hát azok... Op, op, op. Megvan. Na, csak átcsípte. Meddig tornázott? Igen. Oda-oda csípett, oda-oda csípett, de nem is tűnik olyan rossznak. Nem erőltetem. Nem nagyon lehet tudni, hogy milyen hal, egy márna, nyilván, mi más. Talán egy számmal nagyobb, mint az előző. Köszönöm a segítséget. Az érdekes, hogy csak erre a rövidebbre jön, a rövidebb előkére. A másikon sokkal hosszabb az előke. Lehet, hogy túl nagy a távolság a kosártól, és ebbe a zavaros vízbe nem találná. Lehet, hogy rövidebbre veszem a másikat. Vagy csak a vak szerencse, és még lehet érdemes hagyni. Na, köszönöm, hogy jöttél, haver. Azért növekszik a méret, még ha csak pár centivel is, de nő a méret. Hát az időjárás az nem valami kegyes hozzánk, mert az aláöltözet az nagyon elférne. Csak egy vékony melegítő van ez alatt a vastagabb ruhám alatt. Megyünk, helyet változtatunk, itt hagyjuk ezt a kezdeti horgász helyet. Nagyon nyögvenyelős a pesza, mondjuk hát egyáltalán örüljünk, hogy halat sikerült fogni ebbe a kávészínű vízbe. Úgyhogy átmegyünk most ide a túloldalra, itt legalább süt a nap. Kicsit napozunk egyet, végre felszállt a kör, kitisztult az idő. Eddig 2 márnát sikerült fogni, volt pár rontott kapás. Van itt egy csatorna, annak a befolyóját még megnézzük. Hát, ott tisztább víz jön, és akkor ott keveredik ez a koszos víz ott azzal a tisztább vízzel. Mennyi homokot hozhat ez ilyenkor? Hány tonnával? Mert a homok miatt ilyen. Szőket is tart. Kitartanám szerintem. Azt megnézzük. Azt megnézzük. Pár száz tonnát biztos. Úgyhogy a lényeg az, hogy helyet változtatunk, megyünk át. Ha ott az új helyen már halat nem fogunk, akkor a videónak itt ezzel a résszel lesz vége. Hát ez egy ilyen 2 márnás próbálkozás volt, tehát egyáltalán örülni kell, mondjuk ilyen színű vízből valamit tudtunk fogni, úgyhogy már ennyi jutott. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!